Kedves hallgatóink, a zene előtt elmondtam, hogy 10. alkalommal rendezi meg a ritka betegségek világnapját a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetsége, rövidebb nevén a RIROSZ. A RIROSZ elnökét köszöntöm a telefonvonal végén, dr. Pogány Gábort, akivel ennek apropóján diskurálunk majd részben az országos szövetség munkájáról, a 10 esztendőben elért eredményekről, részben pedig arról, hogy mi az idei világnapi programnak a legfontosabb üzenete. Mindenek előtt köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást, Pogány Gábor. Üdvözlöm a telefonvonal végén. Hogy készülnek erre az eseményre? Hát én is köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit. Hát már hónapok óta készülünk, úgyhogy itt a hajrában eléggé nagy a diliház, szokás szerint az utolsó simításokat készülnek, és hát 10 évig mindig Budapesten volt a fő esemény. És jogosan mondhatták azok a ritka betegek, akik ugye mivel ritkák, ezért szétszórva élnek az országban, és sok közöttük a nagyon súlyos beteg is, hogy ilyen körülmények között ők nagyon nehezen tudnak részt venni a világnapi eseményekben, és ezért a 10. jubileumi alkalom tiszteletére határozott úgy a közgyűlés, hogy most akkor megpróbáljuk decentralizálni a világnapokat, és megpróbáljuk a tavaly frissen kinevezett szakértői központok helyeit végiglátogatva nem Budapesten megrendezni a központi eseményt, és az első választás az azért esett Debrecenre, mert Debrecenben, a Debreceni Egyetemen alakult meg legelőször egy ritka betegségek tanszék. Igen, ez a 15 karával, ugye a 25 doktori iskolájával nagyon széles hazai képzési kínálatot nyújt, és hát első alkalommal indult el itt hazánkban a ritka betegségek tanszéke, ez is nyilván motiváló volt, és így a hallgatók meg az oktatók bekapcsolódhattak a nemzetközi tudományos vérkeringésbe is. Nyilván erre is nagy szükség van. Egyet nem mondtunk el még, hogy az időpontja ugye az 25-e, február 25-e lesz. Na most az, hogy Debrecen rendezik meg, és amint ön is utalt rá, meg én is, hogy ennek még plusz jelentősége is van, ez majd visszatükröződik, gondolom, ezen a programon, meg a szlogenben is. Mert hogy a kutatással kapcsolatos ismereteket is terjeszteni fogják. Igen, hát a szlogen ettől független, mert a szlogent azt mindig európai szinten az európai ernyőszervezetek közös tanácskodásán határozzuk el. Ugyanígy, hogy milyen legyen a központi videó, milyen legyen a közös arculat, plakát, stb. Tehát a kutatást ettől függetlenül határoztuk el. Természetesen a debreceni helyszín kiválasztásában azért ez is szerepet játszott. És hát mindenképpen azt szeretnénk, mert azért látszott, hogy nem olyan egyszerű azért Budapestről máshova szervezni egy ilyen nagy eseményt, mert van, amikor 800-900-an is részt vesznek rajta, reméljük most is. És tehát rengeteg nehézséggel jár, de ugyanakkor a fő cél az pont az volt, hogy egy-egy ilyen régiót, mint most Észak-Kelet-Magyarországot megpróbáljuk felrázni, hogy úgy mondjam, vagy a tudomásukra hozni egyáltalán, hogy ilyesmi létezik, mert a ritka betegekről az esetek többségében az emberek nem hallanak. Igen, ritkán és szólnak. Annak ellenére nem hallanak, hogy létezik az a paradoxon, hogy a ritkák nagyon sokan vannak, mert összességében körülbelül 8000 féle betegség tartozik ide, és minden munkanap leírnak egy újat, ami nem azt jelenti, hogy egy új betegségről van szó, hanem azt, hogy definiálni tudjuk valamilyen módon, definiálni tudunk egy olyan betegséget, ami eddig is ott volt valahogy a nagy kalapban, amiről nem tudtunk semmit. Hány embert érint egyébként körülbelül ez a 8000 féle ritka betegség hazánkban? Hát azt szokták mondani, hogy a lakosság 10%-a körül van, ennél
finomabb becslés, hogyha azt mondjuk, hogy 800 ezeren vagy 600 ezeren vannak, mert csak becsülni lehet. És, de minden esetre, mivel a definícióban nem csak az van, hogy egy bizonyos ritkasági limit alatt minden betegség ide tartozik, ebből következik, hogy tényleg minden ide tartozik, tehát akármi is lehet, nem lehet úgy csoportosítani, hogy belgyógyászati, vagy genetikai, vagy ilyen-olyan, mert mi bármi lehet. Például az összes trópusi betegség a mérsékelt égövön ide tartozik. De tulajdonképpen meghatározni akkor nem lehet egyértelműen? De, hát így lehet meghatározni, hogy minden olyan betegség ide tartozik, amely 2000 főből maximum egy embert érint. Tehát létszámarányosan. Igen. És az európai definícióban még benne van, hogy súlyosnak is kell lennie. És ennek azért van értelme, azért találták ki a praktikus amerikaiak egy most már 40 évvel ezelőtt, és aztán Európa követte őket 30 évvel ezelőtt, tehát jó 10 éves késéssel. Azért van értelme, mert ezeket a betegeket, meg a velük foglalkozókat is a ritkaságból következően rengeteg plusz teher sújtja, és rengeteg plusz probléma. Mert pontosan ezért keveset tudnak róla, nincs elég ismeret, és az ismeret hiánya miatt nincs szakember, nincs diagnózis, valamikor 30 évig kell rohangászni orvostól orvosig, hogy az ember diagnózist kapjon, nincs gyógykezelés, nincs gyógyszer, az ellátás is esetleges, tehát rengeteg olyan plusz probléma van, ami miatt célszerű ezeket a betegségeket egy kalap alá venni. Tehát gyakorlatilag a teher szó alatt itt az is értendő, hogy nem ismerik fel, nem is gondol az orvos először arra, hogy igen, mire irányuljon konkrétan a vizsgálódás. Ugye, jól értem? Igen. De hát legelőször ugye a betegek az alapellátásban bukkannak föl. Nem is lehet kívánni egy alapellátó orvostól azt, hogy felismerje vagy kezelje a 8000 féle ritka betegséget. Nem is ez a cél. A cél az az, hogy ő bemerje magának vállalni, vagyis vallani, hogy ez egy olyan betegség, amiről én nem tudok semmit, és utána pedig lehetősége legyen elirányítani egy olyan központba, ahol elég beteget látva ennek a hozzáértő szakemberekhez juthat el az ember. Na most egyetlen egy ország sem annyira gazdag, hogy mind a 8000 féle betegséghez értsen, az mindegyikhez legyen kapacitása kiépítve. Ezért szokták azt mondani, hogy előnyben vannak az amerikaiak, mert, vagy voltak, mert minimum kontinens szintű összefogás szükséges ahhoz, hogy ezek a betegek a gyakori betegségekhez hasonló esélyeket kapjanak, mert hiszen lehet, hogy az egyetlen központ vagy szakember az Németországban van, vagy Angliában, vagy Olaszországban, vagy Magyarországon, és akkor célszerű azt a pár beteget, aki oda tartozik, ott egy helyen kezelni. És pontosan ezt ismerte föl az Európai Unió is, és ezért két dolgot kért, vagy követelt a tagállamoktól. Az egyik, hogy mindenki hozzon létre egy nemzeti tervet. Ez megtörtént Magyarországon is 2013 végéig. A másik pedig 2016 végére fölálltak az úgynevezett európai referenciahálózatok, ahol pontosan az történik, amit az előbb elmeséltem. Tehát egy-egy betegcsoport kezeléséhez értő szakértői központok, szakemberek hálózatai alakulnak meg Európában. Igen, hát azt mondta, hogy egyetlen ország sem olyan gazdag, hogy mindenki rendelkezzen ilyennel, de a hálózat az természetesen jól működhet. De mivel be- és átjárható a világ már jó ideje, azért én gondolom, hogy arra szükség van mindenképpen, hogy ez a 8000 féle betegség, amelynek a száma ugye gyarapodik állandó jelleggel, ez valahol egy helyen megtaláltassék, szerte a világon, ugye? Hát egy helyen nem lesz megtalálható. Mondom, a hálózatokban lesz megtalálható. Csak. És ezért örömhír végsősorban az, hogy tavaly Magyarországon is hivatalos kinevezésre kerültek a szakértői központok.
a ritka betegségek szakértői központjai, ez gyakorlatilag a négy egyetem, mert az egyetemek tudták azt az európai nemzetközi kritériumrendszert megugrani, vagy teljesíteni, ami ehhez szükséges, hiszen itt kutatni kell, oktatni kell, elég beteget kell látni, és így tovább. És hát ez a négy központ, ugye a budapesti Semmelweis Egyetem, a debreceni, a szegedi és a pécsi tudományegyetemek. Na most én azért gondoltam, hogy egy helyen, tehát ha úgy internetes világunkban nyugodtan lehet arra gondolni, hogy egyfajta lista is rendelkezésére áll az embereknek, mert a ritka betegség eszembe jutott például a zárványtestes miocitis, erről itt a Csillagpont Rádió műsorában is szó volt már, és a debreceni egyetem kitűnő fiatal orvosa, kutató orvosa foglalkozik ezzel. Tehát ez csak egy. De amikor az ember utazik, megint csak ezt hozom példaként, Afrikába vagy a világ más földrészére, összeszedhet magának olyan betegséget, ami ott természetes, idézőjelben természetes, hazahozza, aztán lehet, hogy egy év múlva, két év múlva derül ki, hogy mi a baja, vagy mondjuk Indiából hazahoz valamit. És azért jó egy ilyen lexikális adattár, ami ugye elérhető az internet segítségével bárhonnan, bármikor, mert a felismerést mindenképpen segítheti. Így van. Na most pontosan ezt az információ ellátást és a koordinálást a Európa legtöbb országában állami központok végzik. Magyarországon ezt annak ellenére, hogy ez benne van a nemzeti tervben, még nem sikerült elérni, és ezért aztán mi, mint betegszervezeti szövetség vettük a nyakunkba ezt az állami funkciót is, és szerencsére sikerült egy nagy pályázatot nyernünk hozzá, és így létrehoztuk a mentőv információs központot és segélyvonalat, amelynek a fenntartásával most küzdködünk, de nagyon, és ez a központ, amely interneten, telefonon, több csatornán, több helyen elérhető, tud egyéni segítséget nyújtani a betegeknek, sőt, nem csak a betegeknek, hanem a szakembereknek is, mert sokszor szakember keres minket, és még a döntéshozóknak is. Tudnék, a döntéshozó is nehéz helyzetben van, még hogyha a legjobb szándék vezér és a legjobb döntést szeretné meghozni. Tudnék, ezeknek a betegségeknek nincs úgynevezett BNO kódja, ez a betegségek nemzetközi osztályozása. A 8000 féléből összesen 250 valahánynak van csak. Ez azt jelenti, hogy sem az egészségügyi statisztikáink, sem a szociális ügyi statisztikáink, és így tovább, oktatásügyről ne is beszéljünk, nem látják ezeket a betegeket. Ezért mondhatja azt bárki, hogy hát nincsenek is. Annak ellenére, hogy mivel ilyen sokféle van, gyakorlatilag nincs olyan család, ahol ne lenne ritka beteg, vagy nem volt, vagy nem lesz hamarosan. Tehát egy népegészségügyi gondról van szó, miközben nem látjuk. És ezen a gondon is próbál, vagy tud majd segíteni persze hosszabb távon a mentőv központ, hogyha sikerül fenntartani, hiszen a hozzánk forduló eseteket mi regisztráljuk. Sőt, mivel az európai Helpline segélyvonal hálózatnak tagjai is vagyunk, nekünk európai szinten meg kell osztani, persze név nélkül és a megfelelő adatkezelést biztosítva, de minden esetre választ fogunk tudni adni, hogy ilyen betegségből hozzánk ennyien fordultak, és nekik ennyi, ilyen és ilyenek a bajaik. És nem lehet majd ezentúl arra hivatkozni, hogy de hát ritka, hát akkor miért törődjek én bele. Tehát egyfajta közvetítő szerepre is vállalkozik a mentőv? Persze. Igen. Valamennyi, azt mondta, hogy ugye betegszervezeti szövetségről van szó, csak érintett ember lehet a szövetség tagja? Nem. Nem. Tehát nem, tud segíteni más is, mondjuk egy hozzátartozó, igen, gondolok én. Így van, egy hozzátartozó. Hát a sok esetben csak a hozzátartozó tud, különösen, hogyha ez mentális problémákkal, vagy nagyon súlyos esetekben. Valóban az, aki igazán tenni tud valamit, az csak a hozzátartozó. Mert a beteg annyira beteg. Igen, igen. Az eltelt évek során, hiszen 10 évről beszélünk most, ugye? 10 esztendős születésnapot ünnepelnek. A 10 év során... Hát a ritka nap 10 esztendős, mi már 2 évvel előbb. Tehát a bocsánat, igen, igen, igen. Milyen eredményeket tudhatnak magukénak?
Hát az egyik talán legnagyobb eredménye az az, hogy négy nemzetközi konferencia, ilyen úgynevezett konszenzus konferenciát is rendeztünk, abból kettő tényleg nemzetközi volt, ezek az úgynevezett Euroterv konferenciák, amelyek segítségével is végül is megszületett a magyar ritkabeteg nemzeti terv. És hát most az a nagy fájdalmunk, hogy 2013 óta ez azért úgy nem nagyon látszik. Tehát most is átszervezzük az egészségügyet, megszüntetjük ugye a háttérintézményeket, átnevezzük, és óriási a felbojdulás, és ennek az a következménye, hogy nagyon sokan nem tudják a helyüket, nem tudják a funkciójukat, nem derül ki, hogy ki felelős miért. Mindenki kivár, akár évekig is, és nehezen haladnak előre a dolgok. Nagy az esélye annak, hogy még az ilyen fontos, nagy betegcsoportot érintő elsikkadhatnak. Igen. A napi verkliben. Milyen az együttműködés egyébként az orvosok, az érintettek, meg az érintettek hozzátartozói között, hiszen közös a cél, és hát nem utolsó sorban a szövetség tagjai között, vezetői között? Hát nagyon jó. Hát erre példa az is, hogy már két évvel ezelőtt például a Ritka Betegségek Világnapját a Szemüvesz Egyetemmel rendeztük együtt. Most együtt rendezzük a Debreceni Egyetemmel. Közösen állítottuk össze a programot, egy nagyon erős tudományos szakmai program is van, neves nemzetközi professzorok és elő fognak adni, tehát a ritka napnak különben az a specialitása, hogy igyekszünk egy olyan teljes napi programot biztosítani, ahol a család minden tagja valami érdekessel szembesülhet, és jól töltheti hasznosan és szórakoztatóan az egész napját, kezdve a csecsemőtől egészen a professzorig. Ez azt jelenti tehát, hogy a tudományos konferencia mellett van most újdonságként, mert Debrecen ilyet is tud, van babaszoba, vannak betegszervezeti és kiállítói standok, ahol a tagszervezetek, meg akár a nem tagszervezetek is bemutatkozhatnak. Indult most már hagyományként egy a Ritka Betegek Boldog Pillanatai című fotókiállítás, ennek a győztese lesz ott kihirdetve, meg maga a kiállítás is megtekinthető lesz. Lesz ugyanakkor játékterem a nagyobbaknak, fejlesztőszobákkal, és hát lesz a nagy díszudvarban, a gyönyörű helyszínen, mert megkaptuk a Debreceni Egyetem főépületének, a régi Kossuth Egyetemnek a klasszikus főépületét gyakorlatilag teljes egészében, ott a díszudvarban lesz a családi nap. És ez azt jelenti, hogy ott balettől kezdve medibal bemutató, mindenféle koncertek, népi tánc, tombola, és így tovább, mindenféle érdekesség lesz. Közte délben lesz egy nagy meglepetés, amit most még nem árulhatok el. Akkor ez tényleg az lesz. De utána szívesen beszélgetek róla majd. Hát minden esetre igazán exkluzív helyen lesz, ez kétségtelen, ugye a nagy Kossuthos meg a Dót és Bálok színhelyed, meg eleve az a patinás hely, az már megadja a hangulatát ugye az egésznek, az biztos, igen, hogy jó lesz. És hát kívánom, hogy sikerrel járjanak, meg az a fő üzenet, hogy a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatások eredménye szaporodjon, meg hatékonyabb legyen. Hát ez állandó törekvése, gondolom, az egyesületnek, meg a társaság tagjainak, az minél nagyobb tempóban, léptékben haladjon előre. Ez ügyben azért, mivel már nagyon sokan már azelőtt a nemzetközi vérkeringésben benne voltunk, mielőtt a RIROS-t megalakítottuk, többek közt ez is volt a RIROS megalakításának az egyik oka, amellett, hogy a meglévő szervezetek azok szembesültek azzal, hogy rengeteg olyan beteg fordul hozzájuk, akik nem hozzájuthatoznak, csak szintén ritkák. És így aztán a RIROS-nak alapvető kötelessége az is, hogy azokat a ritka betegeket is képviselje, akik nem képesek önmaguk valamilyen ok miatt megszerveződni. De a másik ok az pontosan az volt, hogy be tudjon kapcsolódni Magyarországba nemzetközi
vérkeringésbe, mert az Európai Emlőszervezet, a Eurodis, amivel együtt tervezzük a ritka betegségek világnapját is, az a tagállami emlőszervezetekkel tarthat kapcsolatot. És ez már mindenképpen az eredmények közé sorolandó, ugye? Hát ez is, meg az is, hogy menet közben azért megalakult a világ kutatói szervezete a ritka betegségének, ez az úgynevezett IRDIRC, és olyan óriási léptékben halad a genetika és egyéb tudomány előre, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az összes olyan ritka betegség, amely egy gén hibájából ered, ezek az úgynevezett monogénes betegségek, ezek nagyon gyorsan 10 vagy pár év esetleg még belül gyógyíthatók lesznek oki terápiával, tehát nem csak tüneti, hanem valódi terápiát kaphatnak. Igen, csak ehhez azonnal fel kell tudni, vagy legalábbis rövid időn belül fel kell tudni ismerni, ugye? Ez kardinális kérdés igen. Benne. Hát igen, nagyon... Igen. Pedig esetleges még most is. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Pogány Gáborral, és kívánom, hogy legyen sikeres, és további eredményeket érjenek el, és mondhassanak magukénak a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetsége tagjai. A február 25-i világnap alkalmából pedig, majd még visszatérünk rá, mert azt a meglepetéssel beletette a bogarat a fülembe, hogy mi lehet az a meglepetés, úgyhogy rákérdezünk. És ráadásul miskolci. Igen? Miskolcról jön az egyik fő-fő meglepetés, bizony. Akkor, ha szabad, akkor utána lévő hétfőn újra jelentkezünk, és ezt a meglepetést egy kicsit részletesen. Akkor várunk mindenkit szeretettel, 9:30-kor van a regisztráció, és 10-től kezdődnek a programok. Köszönöm szépen, még egyszer sok sikert. Dr. Pogány Gábort hallották, a Rirosznak az elnökét.